Ebben én láttam már a termet, hogy nagyon sok érdekes dolgot is hoztak magukkal. Gáné Szabó Tína. Szintén egyik volt tanítványom, illetve két volt tanítványom anyukája, Lakatosné Mohási Mária. Én büszke vagyok, hogy itt ül és sokszor találkozunk, nagyon kedves élmények küldtek hozzájuk. Zelei László, aki az egyik katasztrófa védelemből jött hozzánk, és hát biztosan érdekes dolgokat mond majd nektek. És szeretettel köszönöm. Már csak egy mondatra zavarom az időtöket. Szeretném elmondani nektek, hogy az iskolánkban egy új szakkör indult szeptembertől, ez a média szakkör. Ide főleg felső tagozatos gyerekek járnak, de tudjátok, ők most elmennek egy EGRI programra, a kutatók éjszakájára, tehát ők most nincsenek itt, ezért a média szakkör alsó tagozatos gyerekei fognak arról gondoskodni, hogy ezt a programot most rögzítsék, fölvegyék, úgyhogy itt a kameraman, ismer mindenki Antóniót, és hát Dorina fogja a kérdéseit intézni a vendégeinket, úgyhogy én nagyon sok sikert és jó percet kívánok nekik, mert ez az igazi megméretetés nekik az első ebben a szakkörben. Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindenkit a pályaválasztási fórumokon. Tedd egy kicsit távol. Megtenné, hogy bemutatkozik nekünk röviden? Köszönöm szépen a lehetőséget. Most már lehet hallani. Én Lakatosné Mohácsi Marika vagyok, a Füzesabonyi Egészségügyi Központból érkeztem. Én immár 30 éve dolgozom az egészségügyben, jelen pillanatban a pszichiátriai gondozóban töltöm be az asszisztensi állást, illetve feladatomat. Szereti ön ezt a szakmát? És ha igen, akkor miért? Ez egy jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban jövőre lesz 30 éve, hogy az egészségügyben dolgozom, és ez az eltelt idő, én úgy gondolom, magáért beszél, igen, azt tudom mondani, hogy én nagyon szeretem a munkámat, nagyon szeretem ezt a szakmát. Ehhez viszont az is kell, hogy szeressem az embereket, szeressem a betegeket, szeressem benneteket is, mint gyerekeket, akik esetleg a rendelőben, mint kisbetegként fordultok elő. Fontos az számunkra, hogy ez a mindennapokban megelégedettséggel töltsön el, örömet találjunk a munkánkban, illetve ha ez megvan, tudjuk magunkat továbbképezni, és a legmagasabb szinten ellátni feladatainkat. Mi a legérdekesebb területe ennek a munkának? Hát én jelen pillanatban nem csak a pszichiátriai gondozóban dolgozom, hanem a sebészeti szakrendelésen, urológiai szakrendelésen is megfordulok. Így azt tudom mondani, hogy a munkám most jelen pillanatban elég sokrétű, illetve dolgozom az egészségfejlesztési irodában kedves kolléganőmmel. Én azt gondolom, hogy nagyon sokrétű feladataim vannak, a betegeknek az állapot felmérése, a doktorbácsi, doktornéniknek a munkájában való segítkezés, akár egy injekcióbeadás, egy seb kötődése, de nagyon fontos, amikor felétek, illetve a betegek felé empatikusan, tehát beleérző képességgel bánjunk veletek, ha kell egy simogatás, egy jó szóval bátorítsunk benneteket, illetve a kedves betegeket, hogy ne féljenek az orvoshoz jövésből, illetve gondolom bennetek is okoz egy ilyen kis lámpaláltat, amikor a doktornénihez, a doktorbácsihoz kell menni, és milyen jó az, amikor az asszisztens rátok mosolyog, megsimogat, és egy-egy jó szóval bátorít benneteket. Mi ön szerint a szakmája legszebb, illetve kevésbé szép része? A legszebb része, én úgy gondolom, hogy
mindig az, amikor a betegektől a pozitív visszajelzést kapjuk. Én azt gondolom, ilyenkor azt tudjuk érezni, hogy nem hiába a mi munkánk. Fontos az, és ez is pozitív érzéssel tölt el, hogy itt is szakmailag fejlődhetünk, lehetőségünk van arra, hogy tudásunkat bővítsük, és hogyha ez a tudás megvan, ennek birtokában igyekszünk a legmagasabb szinten az ellátást biztosítani mindenki felé. Persze nem csak szép dolgok, hanem negatív dolgok is előfordulnak. Ezek, úgy gondolom, amikor épp a betegekkel való kommunikáció nem megfelelően működik, vagy éppen nem pozitív visszajelzést kapunk, de nem kell, hogy ez minket elkeserítsen, mert ha ez nem keseríti el az embert, és nem támad akadályt, hogy mi a munkánkat elvégezzük. A pozitív dolgokat kell előtérben nézni, és ezek a jó dolgok fogják a mindennapjainkat előbbre vinni. Milyen iskolába kell járnom 8. osztály után ahhoz, hogy orvosi asszisztens lehessek? Én most, mint mondtam nektek előtt, illetve a kedves tanárnőnek, én 30 éve kezdtem a pályámat. Az akkori iskolai rendszer úgy működött, hogy mi 4 év alatt szereztünk érettségit, illetve egy általános átlagot, illetve asszisztensi végzettséget. Ma már ez egy kicsit változott, jelen pillanatban, tehát el kell jutni az érettségig, ami hasonlóképpen, mint ha egy gimnáziumba járna az ember, és utána van lehetőség arra, hogy nappali tagozatot, tehát rendesen úgy, mint iskolák járása, 3 év alatt szereltetek a bizonyítványt ápoló képességgel. Ha ez megvan, aztán lehetőség nyílik arra, hogy a királyba szakosodva olyan tanfolyamokra jelentkezünk, amik az akkori szakterület munkáját igényli. Jelen pillanatban pszichiátrián dolgozom, az én mostani végzettségem OK és ápoló. Ez az ápoló munka, én úgy gondolom, legmagasabb szintű végzettsége, amit középszinten el lehet most érni. Milyen érzés egy gyermeknek injekciót beadni? Én úgy gondolom, hogy a gyerekekkel mindig kicsit másképpen kell bánni. Valószínű, ez nem olyan jó érzés, amikor a gyerekeknek kell injekciót adni. Ritkán fordul ez elő, viszont egy saját tapasztalatot szeretnék veletek megosztani. A saját gyermekem volt beteg, és úgy alakult, hogy egy hét végén kellett neki injekciót kapni, de hogy ne vigyük a gyerekekben. Én is be tudok adni, hát majd akkor egy hét végén megejtjük. És hát az én kisfiam körülbelül fél óráig, úgymond kellett kergetni, hogy nekem megálljon. Aztán, mire sikeresen túlestünk az injekciót, közölte velem, hogy így még soha neki nem fáj. Tehát én személy szerint nem nagyon szeretlek, és nem nagyon szeretek gyerekeknek injekciót adni, de hogyha szükséges, persze ettől az érzéstől el kell tekinteni. Tehát olyankor mindig arra kell gondolni, hogy ez azért kell, hogy a kisgyermek minél hamarabb megújulja a dolgokat. Miért választotta ön ezt a szakmát? Miért választottam? Én azt gondolom, hogy 30 évvel ezelőtt sem volt könnyebb helyzet, majd nektek lesz, illetve a mostani 8. illetve 7. osztályos tanulóknak. Igazából nehéz volt kitalálni egy olyan szakmát, vagy egy olyan irányt, hogy nekünk ez majd távlatokban milyen jó dolog lesz. Talán ez fontos dolog, hogy én mindig is szerettem volna emberekkel foglalkozni, mindig szerettem volna segíteni legmagasabb szinten, és én ezért döntöttem, hogy az ápolói hivatást fogom választani. Nekem nagyon jó érzéssel tölt el, amikor a betegek arcán azt látom, hogy volt hiába az én mai munkám, egy hálás tekintet, egy mosoly az arcukról. Nekem ez nagyon fontos, én azt tudom mondani, hogy a mai napig is én nagyon szeretem a munkámat, talán nem csinálnék más, hanem
továbbra is. Fontos számomra, hogy képezzem magamat, egy-egy továbbképzésben részt vegyek, és hogy minél magasabb szinten, minél nagyobb tudással lássam el a betegem ellátást. Milyen a jó, illetve a rossz beteg? Jó és rossz beteg? Hát ez egy jó kérdés. Persze az a jó beteg, és mi azt szeretjük, hogyha közreműködik velünk, elfogadja a tanácsunkat, végrehajtja mindazt a feladatot, amit felé támadunk. Persze, már azok is gyerekek vannak olyan napok, amikor ez nem így valósul, mert valakivel nagyon nehéz a kommunikáció, nagyon nehéz vele szót értenünk, nehéz vele megérteni, hogy bizonyos beavatkozások miért szükségesek, türelmetlenek, időnként nem tartják a várakozási időt, nem fogadják, hogy előérzéssel dolgozunk. Sajnos mi nem tehetünk, hogy a rendszer a mai manapság így működik, tehát minket is tartanak bizonyos szabályok, és azért ez nehéz feladat velük megértetni, illetve bevonni őket így a gyógyítókat a munkába, hogy az a fő gyakorlatilag. Viszont kitartunk, illetve odafigyelő munkával ezen nagyon-nagyon sokat lehet segíteni. Van-e még valakinek kérdése? Megtennék, hogy bemutatkozik nekünk röviden? Halló? Jó, most itt? Aha, lehet. Sziasztok! Sziasztok kívánok mindenkinek! Becsényi Béláné Vasárjette vagyok. Én édesapanyomban lakom. Itt születtem, már Egerben születtem, de itt nőttem föl. És ide jártam én is 8 évig általános iskolába, utána én Stockholmba jártam át a munkásiskolába 3 éve, és akkor ugye mint fodrászként végeztem. Mikor, hány éves korában döntötte el, hogy fodrász szeretne lenni? Hát ha igazából megmondanám, mert megmondhatom, igaz? 7. osztályban, iskolai táborban voltunk, és az unokatestvére, akinek nagyon jó haja van, ő úgy gondolta, hogy kicsit hosszú, úgyhogy vágjuk le neki. És ez iskolai táborban volt, 7. osztályban. Úgyhogy utána úgy gondoltam, hogy talán ez jó lesz. Vágott-e már valaha haja kisbabának? Milyen volt? Hát a legkisebb kisbaba, akit nyírtam, az idejárt iskolában Gordó Gergő volt, és 4 hónapos. Ki volt a példaképe, aki segített a döntésben, hogy fodrász legyen? Hát akkoriban még igazából így nem jártunk annyira fodrászhoz, inkább én is így egy, hát nem is tudom, hogy mi volt akkor, hogy ahogy elmentem én is Manyúval ugye fodrászhoz, és akkor megtetted, de igazából akkor még így példaképek ugye nem voltak, utána jöttek, amikor elkezdtem ugye a szakmát, akkor jött Fajas Lati, a Bellások, őtülük, az már nagyon tetszett. Vettél részt fodrász versenyen? Mikor tanuló voltam. Nekem kedvenc színem a kék, kértem már öntől valaki kék hajat. Hát most nagy divat, igen. De hál' Istennek nem. Hát a sziklán ment ugye, a zöld, a kék, ugye most ezek nagy divat színek, ezért ehhez teljesen le kell szívatni ugye a hajat, az, ami teljesen roncsoló, de sajnos igen, vannak. Kértem már öntől valaki kopasz figurát. Igen. Milyen iskolába kell járnunk 8. osztály után ahhoz, hogy fodrász lehessek? Most is különben 8. után, mint akkor, 3 éves szakmunkásban Egerben is van már rá lehetőség, de viszont érettségi után 2 év, meg már vannak 1 éves szakmunkás is. És miért választottam ezt a szakmát? Hát én mondtam, hogy ugye akkor ugye nagyon megtetszett, meg tetszett, hogy akik úgy jönnek, ugye, hogy hosszú hajú rövidebbek lesznek, akik barnák szőkék lesznek, az átváltozás miatt.
Van-e még valakinek kérdése? Köszönöm szépen, Nikolett! Megtennék, hogy bemutatkozik nekünk röviden? Sziasztok, Vargányi Bajzát Iván vagyok. Én is ide jártam iskolába. Régen. Itt kapom a feletti részben, és 20 éve, majdnem 20 éve vagyok kozmetikus. Mikor, hány éves korában döntötte el, hogy kozmetikus szeretne lenni? Elég késő jött. Először leérettségiztem, tehát először is főzőgyümölcs szervezőként érettségiztem. Aztán átgondoltam a dolgot, mert nem tetszett. Mindig is szerettem volna otthon dolgozni, otthon nevelni a kisfiamat, és ehhez viszont olyan szakmát kellett választani, amit otthon tudok végezni. És ezért gondoltam, hogy a kozmetika az közel van hozzám. Gyermekkori álmát tartottál valóra? Igen. Mindig is valahogy az egészségügyben szerettem volna dolgozni. Hát elég közel áll hozzá. Szeretek mondjuk mondhatni azt, hogy a vendégek sokan mondják, hogy a tinédzserek, hogy sokat szeretek bántani nyomkodás közben. Ugye, mivel master is vagyok 10 éve, 14 éve, már ezért sokat foglalkozom az emberi testen, fiatal formán és egészen az öregkorig. Tudatosan vagy véletlenül került a szakmába? Tudatosan. Vannak-e kiállhatatlan vendégek, és ha igen, hogyan kezeli ezt a problémát? Végtelen nagy türelemmel. Inkább a tinédzserkorban a türelem az, ami a gyerekeknél már elfogy. Főleg kezeléseknél, mert tudjuk, hogy fáj. Tehát a nyomkodás az nem egy nagyon jó dolog. És már amikor elfedik azért az a 40-45 perc, és már sokáig nyomkodok, akkor már észreveszem, hogy kezelába mozog, és már mindent megtenne csak, hogy felálljon. Hát próbáljuk türelmesen. Fiatalkorban és öregkorban is vannak idősek, türelmesen. Milyen márkájú termékeket helyez előnybe? Hát nagyon sok termék van a hazai piacon. Vannak olcsóbbak, vannak sokkal drágábbak. Ezt minden kozmetikus maga dönti el, hogy mi az, ami tetszik neki, mi az a termék, ami tetszik neki. Én nagyon szeretem a sterla termékeket, és 20 éve ezekkel dolgozom, de sok mindenhez hozzányúlok, tehát más termékhez is. Hogy érzi a vendégei? Szeretik Önt? Szerintem igen, elég sokan vannak. Van, és ha igen, milyen kellemetlen része ennek a munkának? Kellemetlennek nem mondanám. Inkább oké, hát nekem nincs kellemetlen része. Hát vendégeknek annál inkább szerintem, főleg, hogyha gyantázásnál fáj a főszerenítés, vagy itt a kezelésnél a nyomkodás. Miért választotta Ön ezt a szakmát? Szeretek segíteni. Szeretem a lányokat szépét varázsolni. Szeretem a hormonális korszakban a gyerekeket. Úgymond segíteni, hogy szebb legyen az arcuk, hogy egészségesebbek legyenek. Időskorban már mondhatni üzenet nektek, hogy a néniket fiatalítani, a lányokat esküvőjükön gyönyörűvé varázsolni. Ez egy szép szakma. Van-e még valakinek kérdése? És akkor hol lakik egyáltalán? Hol lakod egyáltalán? Itt lakok a sarkon. Itt az iskolában szemben. És nagyon sok fiú vendégem is van. Nagyon szeretik a fiúkat test, az arc is képben. Thank you.
az elején látnak vagyok, tűzoldó, annak ellenére, hogy azt mondták, hogy nem tör bácsi, hát az egyenruhánk már most hasonlít a rendőröket. Én is ide jártam, nem csak Kati néni tanított, hanem még az anyukája is osztályfőnökön volt a alsó tagozatban. Úgyhogy nagyon jól, nagyon szépen emlékszem vissza ezekre az évekre. Milyen iskolába kell járnom 8. osztály után, ahhoz, hogy rendőr lehet, vagy tűzoltó lehetnek? Ahhoz is, hogy rendőr, ahhoz is el kell végezni az általánosot, nagyon fontos. Nem megbukni, hanem tanulni, aztán el kell végezni a gimnáziumot. Ez is nagyon fontos. Anélkül nem lehet már tűzoltó, se rendőr, se senki. És ezt követően, aki tiszt akar lenni, az elmegy főiskolára, aztán egyetemre. Végig kell járni az egész ranglétrán. Milyen érzés egy nagy tüzet közelről látni? Hát ez nagyon vegyes érzés. Hát először azt látod egy tűzben, hogy milyen károkat okozott, de mindig is van benne valami jó is. Hiszen te tud segíteni az embereknek, meg tudod menteni a vagyonukat. Hát ez egy kettős érzés. Milyen érzés egy ember kimenteni a tűzből? Hát ettől talán nincs is jobb. Ez adja azt a pluszt, amit talán sok negatív mellett tűzoltók és rendőrök is átélnek. Ettől nincs jobb, ez egy olyan plusz feltöltődést okoz. Mennyi idő alatt kell odaérni riasztáskor a tűzoltó autókot? A tűzoltó autókot, mint a villám, ugyanis 2 perc alatt már el kell hagyni a laktanát. Tehát 2 perc alatt, akár alkal, akár tévézel, akár a WC-n ülsz, 2 percet van, felöltöttél, felüljél az autót, és az autó kimenjen a laktanából. Amikor éppen nincs WC-ben, akkor mit csinálnak? 24 órát dolgozik egy tűzoltó egy nap. Ez a negatív, utána 2 napot pihenhet otthon, ez a ebben a 24 órában, amikor nincsen tűzeset, nincsen állatmentés, nincsen semmilyen mentési feladat, akkor bármit csinálhat a tűzoltó, gyakorlatozik, tanul, pihen, tévét néz, tehát bármit lehet, de a 2 percet mindig tartani kell. Hány riasztás átlagos egy évben? Hát ez is nagyon változó, évszakonként is változó, napszakonként is változó, hál' Istennek esténként, éjszaka, amikor nincs annyi forgalom, kevesebb, azért naponta 5-6 riasztás per laktanya, tehát per eger, tűzösakon, tehát ahol tűzoltók dolgoznak, azért előfordul. Hányszer fokig bírja a tűzoltó ruha sértetlenül? Ez is változó, tehát ami rajtam van, ez nem védőruha, tehát ez csak egy díszerű ruha, ami ténylegesen bevetési ruha, amiben beöltöznek a tűzoltó káresetkor, az akár teljesen is bírja a tüzet, tehát a tűzbe is be tudsz menni vele. Mi a legizgalmasabb, legkellemetlenebb és legszebb része ennek a munkának? Van olyan tűzoltó kollégám, aki azóta mondjuk már polgármester lett, őnek az első beavatkozása az volt, hogy egy ismerőse férjét kellett a kocsiból kivárni. Hát ő a helyszínen volt, az egy nagyon rossz dolog. Amikor egy ismerős tartsát találkozol, és mondjuk ő életét veszti, vagy egy gyerek sérül egy balesetbe. Hát az nagyon megviseli az tűzoltókat, ez a legrosszabb. Nyilván az a legjobb, amikor látod az embereket, hogy valamit tettél érte, és ez egy hálás. Nem anyagilag hálás, de látod a személyen a tekintetén. Ha újra döntenie kellene, akkor is a tűzoltó szakmát választanak? Ez nem egy választás volt, hanem kicsit szembe jött velem, majd veletek is szembe fognak jönni a szakmák, és akkor, amikor belekerülsz egy szakmába, eldöntöd, hogy ott maradsz-e. Én azt gondolom, hogy igen, tehát ha szembe jönne velem, akkor biztos ott maradnál. Miért választotta ön ezt a szakmát? Kérdésem lenne, gyerekek, szeretitek-e a tűzoltókat 2 felemeléssel? Ezért választottam ezt a szakmát, mert a tűzoltó még most is talán egy elismert, köszönöm szépen, egy elismert szakma, amit szeretnek az emberek. Vannak negatívumok, amiről beszéltünk, de alapvetően azt mondom, hogy egy pozitív szakma. Van-e még valakinek kérdése? Hány éves vagyok? Nem így ilyen kérdezni. 43. Hol lakom? Telepen lakta? Te hol laksz? A telepen? Vagy a faluban? Melyik utcában?
Alul van. Tululú, az az iskola melletti utca, és én ott lakom. A tüzet nyilván a nagysága határozza meg számunkra, tehát van egy pici tűz, kigyullad egy kuka. Kimegy egy tűzoltó, öntre egy vödör vizet. Kigyullad egy lakóház, kimegy egy tűzoltóautó, egy, eloltja. Kigyullad egy iskola, akkor már eleve 5-6-10 tűzoltóautó megy. Hát olyan nincs, hogy nem elég a tűzoltó, mert akkor átirányítják innen más városokból. Tehát nyilván olyan is van, amikor nem is akarjuk eloltani. Tehát van olyan, hogy szárazfűtű, a körben szántják mondjuk egy gabonatüzet, egy fűtüzet, és akkor azt megvárjuk, hogy még elalszik magától. De akkor ez az oltási technológia. Ja, azt hittem, hogy most nem kell fizetni. A tűzoltás az állami feladat, az állam ingyenesen biztosítja az állampolgároknak, nyilván nem kell fizetni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm.